ügyességi játékok, családbarát foglalkozások, zenei produkciók. A Terézvárosi Ficánka bölcsőjében nem csak a gyermeknapon, hanem az azt megelőző héten is minden nap meglepetésekkel kedveskedtek a kicsinyeknek. Itt vagyunk a Terézvárosi Ficánka bölcsödében, ahol gyereknapot tartanak. Igen, tavalyi évben kezdtük el azt a hagyományunkat, hogy minden nap valamilyen gyermek, különleges gyermekprogrammal lepjük meg az idejáró bölcsödés gyermekeinket, illetve az őket elkísérő szülőket, családokat. Mint hivatalosan ugye vasárnap a Nemzetközi Gyermeknap, de mi úgy gondoltuk, hogy egy teljes egyhetes programmal, minden nap más-más meglepetéssel várva a gyerekeket, tudunk még boldogabb gyermeknapot szervezni a bölcsödénkbe járó családok részére. Szerdai napon szintén a mozgásé lesz a főszerep, játékos ügyességi vetélkedőket szervezünk, a saját eszközeink felhasználásával akadálypályáját fogunk készíteni a gyerekeknek, és hát az fog benne részt venni, akinek csak kedve lesz rá. A csütörtökön az a zenéjé lesz, a Zene mindenki címmel zenés délelőttöt szervezünk, meghívott előadónk lesz, gitáros, verses, gyermekdalokat, mesét hallgathatnak interaktív módon, tehát majd be is fognak tudni kapcsolódni a gyermekek. Erre a napra szintén meghívtuk a szülőket, hogy aki a mai nap folyamán nem tudott részt venni, az csütörtökön együtt lehet a gyermekével ezen a zenés programon. Aztán pénteken ismét alkotóház, másfajta kézügyes tevékenységek, kézműves műhelye, illetve hát az adott lehetőségeinkhez mérten, ha az időjárás engedi, akkor zenés-táncos összejövetelt szervezünk a csoportoknak összevonva. Mi tetszett a legjobban? Motor. A motor, amin éppen ülsz, ugye? És mondjad, itt most kipróbáltad már az ugrálóvárat? Igen. És milyen volt?